Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform. Üdvözlünk mindenkit, Kriptoverzum ismét, Andor Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Egy érdekes YouTube videóról beszélgetünk ma, amire felkaptad a fejedet. A Windowsról lesz szó, és a Windowsnak hát az egyik újításáról fogalmazunk így, de még ne lőjük le a point. Feltette egy YouTuber egy videót, amiben érdekes tényeket állapít meg a windows illetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. De először is tegyük, helyezzük el a térbe ezt a figurát. Hiteles ő, lehet-e hinni neki, elismert valaki ő, ki ő tulajdonképpen? Rob Brexmerről van szó, akit nagyon sokan a YouTube-csatornájáról ismernek, ahol elsősorban az internetes adatvédelemmel foglalkozik, de hát emellett ő egy informatikai szakember, egy kiberbiztonsági szakember megnéztem a referenciáit, és hát az online elérhető referenciái azok eléggé egyértelműen alátámasztják, hogy, hogy komoly szaktekintéről van szó, és egyébként úgy tűnik, hogy a szakma is elismeri, és nem is nagyon találtam olyanokat, akik arról beszélnének, hogy amiket mond, az, az megkérdőjelezhető lenne. Tehát szerintem kijelenthetjük, hogy egy hiteles szakemberről van szó. És azt mondtad, hogy az internetes adatvédelemmel foglalkozik. Hát most pont az internetes nem adatvédelemről lesz szó, és, és egy ilyen videó Igen. került fel az ő felületére. Igen, még egy gondolatot szeretnék róla elmondani, tehát ez az egyik oldala dolognak egyébként pedig informatikai vállalkozásai vannak, ami a legkevésbé sikeres, de ő nagyon lelkesen belevágott, csinált egy, egy közösségi média platformot, hogy legyen egy alternatíva ugye az ismert platformok mellett. Ez egy teljesen open source rendszer, ahol nincsenek rejtett algoritmusok, nem manipulálják a dolgokat. Az én meg gondolom az ő legnagyobb sajnálatára, ez nem túl népszerű, vannak akik használják, de, de nem egy nagy platformról van szó, és vannak sikeres informatikai vállalkozásai, például van a levelező rendszere, most direkt nem mondom a nevét, nem, hogy itt ö, reklámnak minősüljön. Legyünk e, Igen, van egy levelező rendszere, amit előszeretettel használnak azok, akik biztosra akarnak menni abba, hogy a levelezéseket nem nézik senki, illetve van egy, egy olyan VPN szolgáltatása, ami azért az átlagos VPN szolgáltatásoktól eltér olyan szempontból, hogy nem kell bejelentkezni, nem kell semmilyen adatot megadni, és úgy éred el, tehát egy olyan emberről beszélünk, aki ezen a területen igazán otthon van. Tehát próbál tenni az adatvédelem fontosságáért... Igen, és az edukációért is. Uh -huh. Na, mit állít akkor a windows kapcsolatban a legújabb videójában? Mi a baj a windows -zal? A Windowsnak a nagy újítása, amit említettél, az a Copilot, ami nagyon sokban tud segíteni, egyébként a felhasználói élmény nagy mértékben előre viszi. Most a legújabb windows beszélünk, ugye? Ez a Windows 11-ben egy frissítés, mondjuk hardveres követelményei is vannak, tehát régebbi laptopokon, asztaligépeken ez ma még nem fog működni, de lát Látjuk már azt is, hogy vannak törekvések hogy ezt működővé tehessék régebbi hardverekkel, hogy pontosan mikortól képesek ezek a hardverek arra, hogy, hogy kiszolgálják a Windowsnak ezt a funkcióját, azt nem lehet megmondani, mert maga a technológia az 2010 óta létezik, tehát a 2010-es évek második felébe már elvétve piacra kerültek olyan számítógépek, amik képesek erre, de jellemzően 20 utáni gépek azok általában már képesek erre. Itt arról van szó, hogy jön egy új funkció, ugye a Recall és a Copilotnak a házasításával, amikor mindent lát egy chip a processzor mellett, amit mi az interneten csinálunk. Ebbe bele kell érteni a billentyű és bele kell érteni a monitorképünket és a monitor képekről néhány másodpercenként egy mentést is készít, illetve pontosabban akkor készít, amikor valami változás van benne, tehát mindent el tud menteni. Miért lehet ez jó egy felhasználónak? Mert a számítógépeden lévő mesterséges intelligenciát mondjuk meg tudod kérdezni, hogy ó, emlékszem, hogy kutakodtam valamikor egy autószerelési ügyben, hogy segíts megmondani, hogy mikor volt ez, és akkor vissza fogja dobni, hogy igen, ez, ez öt héttel ezelőtt volt hétfőn, és akkor ezt és ezt nézted, és be is teszi a képet. És hányszor ez... van ez? Hányszor van ez, amikor nem emlékszünk, hogy valamire rákerestünk, ú, meg akartam rendelni az internetről, nem tudom, hogy melyik oldal, nem tudom, hogy hol találtam. Szóval igen, ez a része egy első hallásra az abszolút pozitív. De hát nyilván van fekete leves. Hát persze egyébként van más pozitív oldala is, mert szor van olyan, hogy nem találunk egy beállítást, és nem tudjuk, hogy mit, hogy kell csinálni, és meg tudjuk kérdezni, és ebbe segít. Tehát mondom, felhasználói élményben ez egy pozitív dolog. Ellenben ez egy totális megfigyelés a digitális életünkben. Ki lehetett jelenteni, hogy a, az elsődleges adatgyűjtő eszközeink az okostelefonjaink. De hát ezzel a megoldással a Windows egyébként nem kell azt gondolni, hogy a, az Apple termékeken másképpen van, tehát a macOS is tehát a, az asztalis és laptop gépekben lévő Apple megoldások sem térnek el ettől viszont ugye ebben a videóban a windows elemzi ki Rob. Tehát a negatív oldala ennek az egésznek, ugye a, a videóban elmondja Rob Braxman, hogy ő le akarta ezt kapcsolni, mert ne gyűjtsön róla adatokat, és erre lehetőséget biztosít a Windows, de annyira meg van nehezítve ennek a lekapcsolása, hogy egy átlagos ember képtelen lesz megtalálni. Ugye ő azt mondja, hogy tízezer emberből kb. egy lesz képes ezt lekapcsolni. De, de, de akkor ugyanúgy régen. megkérdezhetném, hogy találja meg nekem azt a funkciót, amivel lekapcsolhatom, mint ahogy azt megkérdezem, hogy mit néztem öt héttel ezelőtt. Erre én is gondoltam, viszont nem tudok rá válaszolni, hogy ebben hajlandó-e segíteni. De egyébként mindegy, mert itt jön a legdurvább része a dolgoknak, hogy ha lekapcsolod, mert valamilyen úton mondom megoldod, hogy hogy kapcsoljad le, Rob Rexman állítása szerint ő ebbe belenézett, és nem állt le a szolgáltatás, csak számodra nem működött tovább. És ugye beszél a videóban arról is, hogy ezt a megoldást mind az USA vezetése, mind az Egyesült Királyság, mind az EU-s vezetés nagyon támogatja és szorgalmazza, hogy ez terjedjen el és minél alaposabban működjön, arra hivatkozva, hogy ezt tudja védeni a gyerekeket, hogy nem megfelelő tartalmakat nézzenek. Egyébként ez egy nem rossz magyarázat, de egy kicsit kevésnek érzem, mint magyarázat, hiszen erre vannak más módszerek is. Szerintem ez nem alapozza meg, hogy ennyire erősen szorgalmazzák. Nem gondolom, hogy durva összeesküvés elmélet lenne, hogyha egész egyszerűen ők igényt tartanának arra, hogy mindenkinek belet képesek legyenek belelátni az életébe. És azért gondoljunk bele, hogy ez itt van, nagyon úgy néz ki, hogy tény. Talán még, még egy kicsit jobban alá kell támasztani, de csodálatos. Hogyha kiderülne, hogy, hogy ez nem így van, és nem gyűjtenék be ezeket az adatokat, innentől kezdve mindent, de mindent követni tudnak rólunk, ami a digitális térben történik. Nagyon közel kerültünk az 1984-hez. <laughs> az kijön szerintem az elmúlt percekből, meg nekünk a korábbi beszélgetéseinkből is, amikor megbeszéltük, hogy ez lesz a témánk, hogy, hogy téged ez nagyon felháborít. Miért? felháborítóbb ez annál, mint amiben már eddig is élünk, éltünk, hogy a az internetes felületeken a Gmail, a Google, stb. stb. Tény, hogy mindegyik figyel, tény, hogy olyan reklámokat dob fel, ami tudja, hogy érdekel, keresési előzmények, stb. stb., hogy csak a legegyértelműbbeket említsem. Tehát, tehát így is Tudott mindent rólunk. Azért nagyon veszélyes, mert óriási lépcsőkbe vagy lépésekbe haladunk a teljes megfigyelés és a totális kontroll irányába. Mit értek ez alatt? Ugye mesterséges intelligenciáról is sokat kéne beszélni, hogy a mesterséges intelligencia alatt mit értünk, és hányféle mesterséges intelligencia van. De hogyha ezt, a, ezt az adatmennyiséget most begyűjtik, akkor korábban ezt nagyon nehéz volt átnézni, mert Felfoghatatlan mennyiségű adatról van szó. Viszont a mai technológiával ezeket tökéletesen át lehet nézni egy pillanat alatt, akár több milliárd ember adatán át lehet futni másodpercek alatt, ezekből olyan elemzéseket lehet készíteni, ami nagyon nagy mértékben segíti azt, hogy a különböző gondolkodásmódú embereknek mérjék a viselkedését, hangulatát, szokásait, és a számukra megfelelő, leghatékonyabb befolyásolást tudják létrehozni. És egyszerűen elvész a kezünkből minden eszköz, amivel védekezni tudnánk. Még vannak ilyen eszközök, csak egyre távolabb kerülnek ezek az átlagos emberektől, és egyébként, amit elmond Rob Brexman is a videójában, ezzel fejezi be, hogy eljött az idő, hogy térjünk át Linuxra. Egyelőre ez jó megoldásnak tűnik. Megmondom őszintén, hogy, hogy van némi aggodalmam, hogy a jövőbe ki lesz találva az is, hogy még a linux Linuxokon se tudjunk védekezni ezzel ellen, de ma egy jó megoldásnak számít a Linuxra való átállás. Viszont emellett, aki nem áll át Linuxra, azért a cső végén mégiscsak azt lehet elmondani itt is, mint a mesterséges intelligenciával, a kriptovilággal, a decentralizált világgal kapcsolatban annyiszor elmondunk, hogy ugye van pozitív oldala, de mint Mindennek van negatív oldala is. A pozitív oldalát akkor tudom élvezni a legjobban, hogyha ismerem a veszélyeit, vagyis mit kell csinálni, megismertetni az embereket, tanítani az embereket erre. Tehát minden az emberiségnek mindenféle találmányát előbb-utóbb negatív célra fordították, tehát ebbe végül is semmi új nincsen. Csak meg kell ismertetni az emberekkel is. Ennek még viszont a Windows-zal is, de a többivel is, többivel pláne, még nagyon az elején járunk. Nem tudom, hogy mennyire járunk az elején, csak azt látjuk, hogy eszeveszett tempóba közelítünk abba az irányba, ahol tényleg elvész minden lehetőségünk, hogy védekezzünk ez ellen, és tényleg két-három hónap eltertével mindig egy olyan, masszív ugrást látunk abba, hogy befolyásolják az életünket ilyen módon, ami meglehetősen ijesztő. Nem pánikot akarok kelteni, hanem az a célom, hogy kezdjenek el az emberek foglalkozni ezzel a témával, mert ha nem kezdenek el, akkor nagyon késő lehet majd akkor, amikor érzik ennek a negatív hatását. De miért? Ez, ez egy nagyon komoly probléma. De miért mondod azt, hogy kezd elvészni minden lehetőségünk, hogy védekezzünk ellene? Nem pont erre Jött létre ezzel szemben jött létre a decentralizált világ, ami viszont ebben az években bontakozik ki, és ki tudja, hogy még mennyire tud kibontakozni majd a következő években évtizedekben. A decentralizált világ nem old meg mindent. Vannak bizonyos típusú dolgok, amikre egy jó alternatíva, de nem is lesz később sem megoldás mindenre a decentralizált világ. Azt gondolom, hogy egyre jobb minőségű lesz, egyre jobban használható lesz. Mindezek mellett ugye a, a nagy tech vállalatok, illetve a, a nagy pénzügyi cégek, tehát a nagy pénzintézetek, azok azon dolgoznak, hogy a decentralizált világ felett is valahogyan valamilyen mértékű befolyást tudjanak gyakorolni, úgyhogy a két oldal nagyon keményen küzd, és nem háborúzik egymással, hanem ez egy, ez egy ilyen taktikai lépések, hogy jó, akkor ő ő egy megoldással ott ö, oda betette a lábát, akkor mi elkezdünk olyan megoldásokat csinálni, hogy azzal, amivel ő bejött, azzal ne tudjon befolyást gyakorolni olyan dolgokon, ami nem jó azok számára, akik nem akarják, viszont mind a két oldal nagyon dolgozik, de ez az egyik oldala, a másik oldala, amiket nem tudunk, egyelőre még nem is látunk, hogy hogyan lehetne decentralizáltan megoldani, mondjuk egy otthoni számítógépnek az operációs rendszere, Attól nagyon távol vagyunk, hogy egy biztos megoldás, egy biztos alternatívánk legyen. Na hát minden esetre ismét a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, és az ezzel kapcsolatos hát legújabb fejleményekről a windows összefüggésben, és szerintem itt a kriptoverzumban egyre gyakrabban fogunk erről beszélni, van egy olyan érzésem, de már ennyi fért bele. Vidákovics Attilának, a Mozaika Alfa kriptokereskedési platform alapítójának köszönöm szépen, hogy itt voltál, szép napot! Köszönöm szépen, sziasztok! A mikrofonnál pedig Andor Tóth, Anna volt, hallgassanak minket YouTube-on és Spotify-on, mind a két felületen megtalálhatók vagyunk, visszahallgathatók a korábbi adásaink is. Köszönjük a figyelmet, szép napot! Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alfa kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!